ezelőtt volt egy Honda CRM 250-es konszum, de az, 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 azután az, ez a valami véget értékes benne volt a, 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 a Zora, Zora. Akkor egy hölgy volt rajta, mert akkor nekem már az 1001-es volt, azt meg a bankot, hogy <laughs> ezt <laughs> meg vissza, Sziasztok, ez itt a Bandana immáron harmadik adása. Nem kisebb ember az én vendégem, mint Szendrei Zsolt Károly. Zsolti. 178 cm 178 magas. 178 cm kicsi, magas, így van. Elok. Az a szasza. Sok helyről lehet őt ismerni, sok zenekarból, sex action említhetném, hiszen az majd kötődik a mai tematikánkhoz, illetve az actionben, de az orából is ismert, és hát egy nagyon jó debreceni blues zenekar, abban a Blues from hell en játszik, és ma este lesz egy csodálatos koncertjük a múzeumok éjszakáján. Kedves Zsolti, és akkor én is csak fölfedem kilétemet, <laughs> <laughs> beszéltünk, Jé, a... Nandi, <laughs> így van, <laughs> beszéltünk a bandana kötésről, de ezt majd később átkötjük jó. így. Az a lényeg, hogy ha valaki egy sex action nevű zenekarba beszáll, illetve alapító tag, az mire számít hölgyileg, grupileg ilyenkor? Hát képzeld el, hogy amikor ezt az egész szett kitaláltam, találtuk, adott volt a dolog, 1988, fekete lyuk ott mindenki böbe baba cipőbe járt, halott madár lányok voltak, frankon, fekete izéval, volt is egy sztori egyszer, 2018-ban odajött egy lány hozzám, és azt mondja, hogy fogadjunk, hogy nem ismersz meg te szemét, te undorító féreg. Már én így beszélt a izén hozzám. Mondom, de már elpattant a fejem, mondom, hogy vagy egy hálás versenyző, vagy egy éppen olyan versenyző, akivel nem foglalkoztam. A lényeg, a lényeg volt, hogy mondom, mert durant az agyam, hogy már meg, hogy honnan ismerlek. Én 88-ban ott voltam a fekete feketében, hanem 88-ban mindenki feketében volt, a fekete jókba halad. Azóta se tudtam meg a nevét, úgyhogy ennyi De volt. Nos, hát és egy jótékony homály. És akkor a szexek úgy úgymond én összeraktam, mert Matyi piszkáltam, hogy csináljunk egy zenekart, mondta jó, nem érdekel, rakjál össze egy zenekart, oké, ok, lesz. A Sex Pistols név már foglalt volt, a Sex epilis is foglalt volt, Igen. és én minden áron valami szex nevűt akartam csinálni. Így van, amikor az Elegance klipet megláttuk, és akkor Sex Action, és a medence, csajok, íz, na ez kell nekünk. Nem szögecses metal, ezt nagyon-nagyon ki kell Abszolút. jelezni. Ez a dirty na rock de rock talán. Hát mi? azt is mi találtuk, Há, itt közelem <laughs> volt ilyen, hogy dörtirok, hát ez <laughs> semmi, ez, ez mi találtuk, mint a gettorokot is egyébként, Igen, Igen. az se volt. Azóta egyébként nem a millió zenekar van. És akkor hát ugye adott volt a dolog, fekete lyukba, csináltuk az első koncertet, Pálócai fiú koncert előtt voltunk, előzenek a... Pálocájú fiú Ne, Nem, szeretjük őket. É, mi de egyéb, is, hát az akkor jó, De a közönség szerintem még most is ott áll a Vörös Martin Műveledési Házban, mert a zenét nem. nem, volt, de botrány az volt. Igen, mesztelen nő is volt, meg, 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 meg... Hát az volt az, az első igen, 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 meg volt a show. És akkor visszakanyarodva, ugye a, arra, hogy a lányok milyenek voltak, hát a lányok még mindig a dark lányok voltak, még mindig a halálmadárkák voltak, még mindig be, -be, -be a cipőbe jártak, meg Depesmolt klubba, <laughs> szóval meg Cure klubba, tehát a vezéret, és hát De azokat mind... már lehetett kiúrni. Hát kiúrni lehetett, igen, igen, de hát na jó, de, de ami dark korszakban egy picikét legalábbis én kijöttem a Matyi, nem mert ez foszisztemes volt, ez még a mai napig utálják azért szegényt, hogy a szexexőmbe hogy tudta. A, elhagyni a, a, a szentélyt. A, a sötétség hercege igen. hogyan tudta elhagyni a, a, a gót a gó templomot, meg a temetőt, meg az ott hagyni a, a magukra maradt És az életet. I igen, igen, tehát ezt nem tudták nála megbocsájtani. És hát az volt a helyzet, hogy én beszóltam egy idő után, hogy most már itt az ideje elöltözködni lányok, hát azért akarunk látni valami tűsarkút, meg harisnyatartót, meg harisnyát, meg mit ami ilyeneket. És ha nem átalakult a közönség, hála Istennek. Hát őket. Ezen, igen, ezen, ezen, nagyon sokat segített, hogy utána még, amikor ez elkezdett hirtelen feldúzadni, mert feldúzott mindenkinek, nekünk is, akkor, akkor, akkor rengeteg olyan sportoló, élsportoló járt szexsexőre, mint például a a nemzeti vízilabda válogatott többszörös olimpiai bajnok, világbajnokok jöttek el, akkor Azért. motorosok, hát ez az alap volt az egész, a szigorú. Volt benne egy Azóta de persze ezerrel, ezerre, tehát a motorosok, rögbisek jártak, fotbalisták, tehát na most ez, ez a réteg viszont meghozta azt a fajta exkluzíve hölgy ami aztán tényleg a csini verzió volt. Hát ez olyan, most a grupa kimész, az a focista feleségek, vagy a leendő focista feleségek, na hát azok, na, na, na a felvezetés. Úgyhogy igen, átalakítottuk a hölgyeket. Úgyhogy ez, ez így volt, és az első turné az még a Sing Sing Beatrice turné 92 tavaszán, Nos, hát ott az volt a helyzet, hogy azért már akkor picike híre volt a zenekarnak, hiszen 90-ben alakult, és ö, ö, hát ott meg mindig az volt, hogy jó, te a sex section, na, nagyon szálltok Csik meg a ja. Ebből az lett, hogy 93 tavaszra körülbelül ö, igazi sex csaj, azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországot így az egészet Alice Susanman nézve, körülbelül 10 megbízható csaj volt, a többi szertesz alatt. És Tehát tíz ki... volt az, aki bevállalta, a, nem csak a zenekart, az előző zenekart is. Tehát, ugye, az, hogy a három zenekarosnál is működött? Persze. És az, persze. A, hogy, hogy van ez a sztori, hogy mi beatrich jöttünk? Azt muszáj ja, elmesélni. Ja, de igen, igen, igen. <laughs> ö, ö többféle verziót ö, ö, találtunk ki annak idején, és a, <lül> a, hogy a, hogyan, hogyan, szólítsuk meg a hölgyeket. Tehát ezért mégse, pont az volt a lényeg az egésznek, mert Matyi azt mondta, hogy figyelj, oké, okay, szexről beszélünk, beszéljünk, de ne legyünk tufák, és ne legyünk parasztok. de hát, nem, nem, nem volt egy darab káromkodás, ezért volt az, amikor Korda Gyuri bácsival találkoztam, egyen meg 96-ban, és akkor kérdezte, hogy Klárikám, figyelj, itt van ez a srác. <síny> Szaszám, te miket tényleg elsz? És akkor mondtam, hát mondom, én ilyeneket szoktam mindenkinek, hogy fegyverem csövét vedd a szádba, legyél öngyilkos velem az ágyba, hozzám érsz, felrobbanok. Klarikám, hallod ezt? Hát nem az a hülye erektér, ami van itt neked. Tehát már akkor volt, őrület volt. Nagyon szeretem az öreget, Baz, hát baromi jó arc, bazi és sok jó egészséget kívánunk Igen. neki ezúton is. Úgyhogy, úgyhogy megszólítottuk a hölgyeket, ebbe az volt a lényege, hogy azt mondtam, hogy ö, lányok, akiknek kapar a torka, vagy esetleg bármiféle ilyen egészségügyi problémája van, cumi cetitdel lekezeljük. És ö, ha hiszed, ha nem, jöttek. Na hát! Na hát, igen, és jöttek. Jó! Figyelj, Nandi, most azért nekünk a fantáziánk elég tágas és széles. Jó lehet Maradjunk annyiból, hogy a. a a közepes kategória, meg a futottak még. Nagyjol, meg van meg, a csúnya lányok. Ilyen, ilyenek jöttek. Line. Tehát most nem, ugye, ne arra gondolj, igen. hogy beléptek a, a Gans Gans Pamela... Clayből, Meg, <laughs> ég, ég, de nem jött. Nem a full extrások voltak, a... hanem hát úgy, na, hát a, a, amit ugye a rock körül úgy, úgy körülötte van. És akkor, akkor ugye az volt a lényeg az egésznek, hogy Lugosi Laci bácsi drága, ő sem ment, ma Isten nyugosztalja. Danikám, puszijuk édesapámat. Így van, erre, és ha nem játszol vele nem, Dani, kapsz egy nagy, -nagy nyakleves. Yes. És, és, és apuka ugye éppen térdepelt és a nagyvárosi farkas szólóját, tehát éppen amilyen kedve volt, vagy ahogy hozta neki a sors, hogy milyen hosszú volt, ugye a zenekar levonult, és hát bejött az öltözőbe, fel, berúgta az ajtót, és ráadja, szex-section, nem szégyelitek magatokat, itt fiátok a nőként, izzé volt, és akkor a, a lány, a, aki, aki egyébként felszabadult párkapcsolatban volt állítólag, de a Panniának már nem működött a szerkó, amikor arról volt szó. Hát négy lány, térdelt előttünk, mondtam a vizének, hogy szolgál ki magad, érez jól magad, fiam. De azt mondta, hogy nem, áll fő. Ja, hogy a Igen, már a barátnője meg oly lelkes volt, hogy az előzenekar, meg a főzenekar, meg a technikai személyzet is hevesen körbe udvarolta, vegyük így a dolgot, és akkor fölszólt, hogy Ricsére jöttem. Tehát, hogy Feróval azért de, igen, tehát, hogy nem szégyed szexek, ízé volt, így szétnézi a nőinket, meg mit, és akkor felszólt a lánya volt, hogy én Ricsére jöttem. Csak még nem értünk oda. Igen. Na és volt egy... Uh, ja, bocsánat, de ebbe, Na, ennek igen. még egy annyi levezetése van, hogy ne most... Nehogy beléd a szót, most, ősz. most, Nándi, képzeld, amikor bárhányszor találkozunk a Feróval, és így körbeveszik ilyen nagyon jó módú elegáns milfek, elegáns férfiak, hölgyek, minden íze, volt, akkor meglát engem a felról, akkor mindig azt szokott lenni, Hát itt van. Tudjátok, ez kicsoda? Ez szexmániás állat. Ezek, tudod, mit csinálsz? Ezek lekulták valaki idején a nőinket. Most... Mm -hmm. Elett, és akkor szoktam mondani, hogy jó napot, 90-ben Zsolt volt, hogy a közönség szexmágiás. És a Ferencváros. Mm -hmm. Na és mi az a sztori, amit egyszer nem is olyan rég elmesélték nekem, és be lehet mondani, mert majd szücsinek megmondjuk, ez ez inkognitó klubban történt, amikor egy kocsiban történt valami effekt. Hát, hogy sokféle, a jó, 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 biztos azt akarod hallani, ne, de, 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 ne, de, figyelj, az. A, a, hát, finoman. Olyan hát, irodal, jó, de el tudsz fogalmazni. Hát szóval, mi nem akartunk ilyenek lenni. De így alakult. Nem, az életet. Minket, Igen, a történet. Ilyenné ilyen, ilyen, az, ilyen. az életet minket. Ilyenné. Mert azért ugye nagyon most, hát na, jó, onnan indult az egész, hogy ez is 93-ban volt, mint minden. Ö, ö, akkoriban a, 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 hölgyekkel, akikkel volt a, a férünk, azoktól én mindig egy kis erekjét szereztem, magyarul a bugyikat elszedtük, elszedtem. Úgy néztem ki, mint egy indián, mert itt oldalt ilyen, skalpok. Ja, voltak, igen. Itt is ne a fantáziával maradjunk meg, még nem a triumf meg ilyenekben, meg a mostani márkákban gondolkodjunk, hanem, hanem volt a, a sárga pöttyös volt az egy barna csíkos, meg a három barna csíkos. Hát most aztán gondoljon ki, mire, amire hát akar. na, de, na az de, de aztán, hát, hát ugye akkor volt ez a történet, hogy hát, hogy... Hm, én, tehát ez elgondolkodható az a kérdés, hogy amikor az ember mondjuk elmegy egy bazajó koncertre, és ugye hát ugye meg Csikara hiper, érted? Ennek érzed, hogy valami történik, akkor ilyen. az ember mit csinál? Hát azért szorítja, szorítja, amíg lehet, aztán utána feljesbe be a tojtojba, vagy bárhova, de ez csak azért lényeges, ez az a momentum, mert, mert akkoriban egy, egy zenekar, amikor lejátszott a bulit, utána még másfél óra legalább volt, míg leszették a hangcuccot, fénycuccot, belerakták a, a kamionba. A kamion az ifa volt, tehát ezt csak mi hívtuk kamionnak, nem, még ifa nem kamion. az az volt. Ifa kamion. Igen, ifa kamion. volt, így van, belerakták a cuccot, és ez azért lényeges, mert hogy a másfél óra alatt azért csak-csak csak van jele annak, hogy most valamit már nem, nem klassz. Mert amikor beülsz egy, mondjuk, és fordítsuk át a dolgot, most egy, egy női zenekar engem felcsípne, vagy felcsípett volna, bocsánat, így tini és mű. érzem, hogy ugye egy az, hogy annyira jó, hogy összerítjentem magam, úgy, jó, végre velük vagyok, vagy valami, de ha annak van jele, hát akkor csak nem merek főven, vagy 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 folyik rólam a víz, vagy valami, nem? Hát Igen. most egy darabig tudod szorítani, de... No de. Csak, no, de aztán utána itt is az volt, hogy oda tértünk a lényegre, amikor az volt, hogy na most akkor itt vagy velünk, megörültünk neki, nadrágot leszettük, elkapta a tanga kantárt, és akkor azt lehetett érezni, mint annak idején a, a, az óvodával, amikor gyurmával játszott az ember, kifittyent így valami az ujjam közül, én sikítottam, bár hogy akkor elég vészes hangon volt, tehát a sikítás ne ilyen égi sikításnak vegyétek. A Nagy Gyulának drága csillagnak oda raktam az orra elé, ő satuféket nyomott a buszba, és az, a, a négy koboly, meg a nagyula, Nagy meg a személyzet, így, így, így mindenki a látott. A egy, szél, A, a szennyóza minden irányába. A, a ré, ré, réten mindenfele elszaladtunk. Ö, az volt a lényeg az egésznek, hogy a lány nem. Ő nem. Rezen istenen a És azóta is jár koncertre. Én szoktam pironkodni, én csak összehűzök. Ott itt van meg egy. Csak már nem lány. Hát nem, még hölgy. lett belőle. Na és egy nagyon jó sztorit még mesélt, nem egyet, nagyon sokat, csak az majd egy sport lesz, hogy Billy bácsival egyszer egy zenéltetek talán a Fezenen? Ez sokszor. Még De az volt az, 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 az a stílokban? Hát volt az, amikor azt mondták, hogy többet ti együtt. Nem ja, hát ez a Pilisi motoros találkozó volt. Az... É, gyúj. Ez a Gyúj kategória. Hát igen, mert azért, na, hát figyelj, a rockendról az nem egy szépségápoló, ezt tánc. tudjuk, Jaj. meg nem egy tánc. És persze, hogy belefut az ember abba, hát mondjuk egyébként nem tudom, hogy ez most mázli, vagy nem, hogy rólam nincs ilyen felvétel, vagy van-e ilyen felvétel, vagy nem rakták föl a zéra, vagy fölrakták volna. Majd de egyébként meg több mindegy, mert nem. most az internetes világban most ki mit mond. mind, szóval szerintem nem rock and roll az, akinek nem volt ilyen. Mert azért el szalad a szekér, kell egy, 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 hozzá mondjuk egy jó polgármester, akinek még jobb pálinkája van, az a kénytelen kény, vagy inni, kötelező inni, az nem, nem utasíthatsz etikett, egy etikett. ilyet. És nekünk meg ugye pont az volt, pont tegnap beszéltük, hogy azért a gasztró érzéken fejlődött, mert mind az italozás, mind az étel ételválasztásban most már a szart azért már nem eszük meg, meg a szart ne nem szok, meg. Hogy... És azért elég sok olyan, ö, ö, hát olyanok voltak a. a, a bortermelők, meg a bor kínálóka, meg a pálinka kínálók, mindig a apám legjobb pálinkája, ha hagyja szarokat itt, vagy valami jó, de ilyet még nem itt, Hát na, na ilyen szar biztos, biztos, hogy biztos. nem. Na azóta már csak a minőségi pia megy, tehát ilyen abszolút. Na, no, visszakanyarodva, hát a gangsta jött nekem, ez 2006 környéken volt, és siófokon játszottunk csütörtökön, ez csak azért lényeg, hogy honnan indul a történet csütörtökön indultunk, és mondta nekem, hogy gyere már, gyere már, bulizzunk, bulizzunk. Mondom, Zoli, hagyja engem békén, meg le foglak bulizni, nekem ebből megint gáz lesz. Nem, 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 nem lesz gáz, ő hívott péntek reggelre taxit, 7 órakor hazamegyünk. Szerinted Pénteken 14 órakor egy ismeretlen buli közepén ordítottam, hogy Rakendról, siófokon természetesen, az Zoli már sehol nem volt, tehát már mit 5 órája már fönn... Zamárdi van. De Budapesten ja. őt már szerintem, a szerintem romogott egy másik irányba, gyúrt, vagy gyúrt, igen. Vagy igen. Amikor tudta valaki, hogy nekem Pilisre föl kell mennem, ugye az Zorral volt, Na hát jó, hát valahogy felszállítottak, igazából nem emlékszem rá. Tudod, amikor lepereg, majd a végén a film annyi extra lesz benne, tudod, ezt is én csináltam. Nahát, meg, na hát, ez de fut én... meg. Akkor mégis igaza volt a zenekarnak, amikor azt mondta tegnap, hogy hú, de miket műveltél tegnap, de én nem mondta, én nem emlékszem rá. Aki rám. még nem kapta meg a zenekarától, hogy váltatlan fas, bő, pénisz vagy, az a... nem Az is. nem frontend. Amikor hangyás annak idején egyen meg csillagom, így ezt csinálta, az nem azt jelentett, hogy bazió vagyok, nem, vagy megint ki vagyok rúgva. De... Én is. Szegényként bele ebbe. Na, és akkor uh, fölmentünk. Pilis motoros találkozó, Rómeó vérzik zenekar, kopányikat imádom, pálinkáztam velük. De már nem voltam szomjas. Nem egész. Billy bácsi ott ült, egyen meg csillag ott volt, ott tüldögét, kettő viszki volt, akkor még előtte, most A már mi? tudjuk, hogy nem iszik. A akkor még volt. És, és úgy szeretlek, Zolit is szerettem, Újpesti, de szerettem, énekelsz velem egy rossz vért. És akkor mondta, hogy a viharban ne persze, so velem egy viszkit, hajjaj. Hát, abban azért lett egy olyan dolog, hogy na, ott nem tudom, hogy hogy csináltam, de elértem azt az állapotot, hogy olyan szuggesztív voltam, hogy ott is voltak benne az, a, a -be, ö, csinos hölgyek, az tuti, hogy kettőről levágtam, mi szemköz beszélgettünk, a bicskámmal a tangájukat levágtam. Nem tudom, hogy hogy csináltam, I -i. szerintem nagyon ügyes szó lehet. Szó Szó szerint, de nem igen. levágtad rajtuk, hanem levágtad rajtuk. Hát nyár volt, tehát nyári fesztivál volt, meg minden nagyon nem kellett főhúzni a szoknyát, meg ilyeneket. Tehát ezért csináltam egy ilyet, és leszettem az öre. Bilbátyónak kikerekedett a szem, és mondta, atya, úrist, ez a rakendról <laughs> És, én, és akkor hát én szagolgattam, most a többit nem mondjuk, hogy még kiszagogatta hagyjuk a dolgokat, de a lényeg az volt, hogy, hogy a fölmentünk Bilbácsihoz, és hát volt belőle kopaszkutya, zöld és a bíbor, hosszú lábú asszony, 320-as hát ami hatszámon keresztül vokáloztunk a barbaróval neki, de hát ugye azt ugye addig, tehát még egyszer visszatérve a Rómeó vérzik, -e, pálinkáztam, Bilbácsival meg viszkiztem, Viszont. és ö, ö, a Bilbácsit rakták elénk, ö, mindegy, valami okból kifolyólag, mégis mi zártuk volna azt a napot, Hát, mire a harmadik számhoz jöttünk, akkor már, akkor már énekeltem magammal, megpróbáltam a lehetetlen. Akkor még nem használtam fel azt azon tudásomat, hogy ilyenkor kettő és fél liter vizet meg kell inned egy áltatba. Akkor még vizet nem. Akkor nem, akkor hagytam, hogy hagyd sodorjon a szél hát sodort is, megpróbáltam oda elbújni, de nem sikerült. A harmadik szám után összecsomogottak a pilisi motorosok, és hazamentek. Ott maradtunk, és akkor... Szóval a... jól énekelték. Igen, gázsit nem kaptam aznap, tehát az nem, nem is értem, hogy miért. Tehát, szerintem ez egy <laughs> zseniális produkció volt, és akkor megmondták, hogy, megmondták hogy ide a büdös életben soha többet nem mehetünk vissza, és és a billelme együtt játszani, az meg főleg nem lehet, tehát az fúj. Az, az és, és, olyan nem, nem. És, és mi volt az, amikor lezúztad a bizonyos... Hát, nem, nem négy év után visszaívtak minket, és akkor hát, teljes józanságomban minden tudásomat bevetve próbáltam helyre rakni a dolgokat, de az összes motoros összekulcsot kézzel át, és az a rezzenéstelen arc, hogy nem felejtünk el, te rohadék. Tudjuk, hogy mit csináltál. De <laughs> nem felejt. Igen. Na is ilyen szálloda, vagy öltöző... Debrecen és le, sportszálló. Lezúzások. Úgy, hát, úgy, hívt, úgy hívtuk ilyen. Hiroshima. Egészségedre közben Ilyen hát, szabad ilyen? Biztos lehet. Akkor jó. Üdvözöllek a Herpesesek klubjában. Köszönöm, hogy hol van? Minden igen. Vagy tényleg, elnézést jövök. Is sportszáló. Hát ez is a Richard úrni. Minden. Akkor, tehát teh teh tényleg ez a, az a kategória, ne csináld utánunk. Meg amikor Lukács Laci lejöttünk Komlón, és így ö, ö, ott is elviszkizgettünk hajnali ötig, és beszélgettünk, hogy meg kéne írnunk a könyvünket akkor azért rájöttünk, hogy nem érjük meg a könyvünket, mert abból nagyon... tehát mi... halálom után felbontandó maximum. Épp, igen, figyelj, visszamenőleg mi biztos, hogy kapnánk 90 évet, aki velünk szimpatizál, az meg 60-at, tehát ne, ezzel ne csináld utánunk, örülj neki, hogy mi ezt megcsináltuk, de mi úri emberek voltunk, minden reggel úgy, érezt, úgy ébredtünk, hogy a négy veszten hős, hogy a jó reggelt kívánok, személyigazolványunk kérem ellenőrzésre. Tehát Jöttek ez Rendőrök. Igen, de, de nem pizsamában voltunk ne ugye senki, úgy, ahogy voltunk. Tehát a, de persze, hogy ez dönti, pose. Igen, még a hosszú kabát is rajtunk volt, a kalap talán így a fejedre, és akkor a, <sínt> más, ezért, kap, na, személyi már megint ne. tessék. Ah, Maguk együtt vannak? Nem, szerinted? Hát, a, mér, úgy nézünk is. Hát azért volt Hirasima a sportszálló, mert mert, hát nem tudom, mi történt éjszaka. Na, hát az az érdeke, amikor fölébredtem, akkor nagyon fura volt minden, és ugye úriemberek voltunk, mindig úgy mentünk el, hogy jó napot kívánok. Volt ö, ö, 15 főre ö, szoba, igen, és akkor volt még 30 tükör, 45 ajtó, 8 tévé, és akkor mi történt? Ki lett szekrény? Hát kellett csoportosítani. Ég, igen, igen. És akkor mondták, hogy köszönjük, aláhúzták. Vizébon, Szerintem várták, hogy mikor jönnek. Kifizettük. Nem, azt nem várták. Azért nem, nem vár. azt meg, megköszönték, és mondták, hogy köszönjük, hogy nem kell jönni. De például a Miskolci Lányszállóba úgy mentünk vissza a következő évben, tehát lány akkor nyilván nem lehetett Sex Action már visszamenni, hm. Nem de Debrecenből innen három évig kitiltottak minket, már hogy nem mentünk szállodába, ez egy dolog. Mondjuk nem, voltunk, nem volt rá igényünk, hogy ugye az, az aranybikába beugorjunk, csak úgy izébe. A, a nem, a, a, to mentünk a, a, Miklós utcai pipsóba. <laughs> Jaj, az <laughs> ott volt? Igen, igen, igen. Na, ez már csak annyi befelezve a sztorit, Somjai Miklós és Népi Zenekarén mentünk vissza a következőre, és akkor a harmadikra, meg a harmadik évben meg megint valami úgyis, és már fogták a fejüket, já Istenem, ezek már megint itt vannak, tudod, a Western Na, ez a Miklós utca, itt is, mert mi megyünk Pipsóba, bementünk. Akkor a Sudden Special-le voltunk, ez volt, Ó, és bécik. Akkor így van, Lóriás. bécikével, és akkor a, a hát középpen forgatott egy hölgy, vagy nem tudom mi volt ott, azért, és kis ablakonkon kukkeroltál, és ő mondta, hogy figyelj, nem vagyok ilyen amatőr. Nem, a izé száz, a tíz, oh, ma, tíz, a tíz forintos, do, do, dobálós én nem megyek. Tudom, csak mondták. Nem, mondom, hogy én a, én a, kemény, én a kemény, bemegyek egyből majd az izébe az, üveg, az üvegablakoshoz. Aha. Hát jó, először félénk voltam egy picit, hogy hátul álltam meg, mint jött egy kis vörös csajszín, meg izé, hello, szia, hú, de sokan vagytok, mi vagytok, labdarúgó csapat? Na nem, mondom, rockzenekar vagyunk. Jó, picit előrébb mentem a izére. Másnap visszamentünk, akkor már kőkeményen egyből rátapadtam a plexire, mondtam, hello baby, hey, hello cicus, és hey, ide nézz, igen, igen, és akkor rám, néz, rám nézett a lány, és, hát, ti vagytok azok, mennyi lett az eredmény? Nem, köszi. <laughs> hát akkor én nem doktorát. Jó, lenn. megjegyeztem, <laughs> persze. Nem, hát a egy haverom mesélte nyilván, <laughs> hogy, hogy, egyszer, egyszer bementem, mondtam, hát ez már hatalmas dolog, hogy dobálom a tízeseket, egy nő egy bugyiban, nem én, a haverom dobálja a tízeseket, egy nő egy bugyiban. Belezavarodsz, belezavarod, bele is pirultál. Bele Hát maga nem tette maga. Igen. És akkor úgy elkezdett van, de nem vette le. Azt tudottam a az hogy. És akkor így fogta, hogy elment a függőn, de mondom, mert ez nem ért 10 forint az egészet. Ilyet azért látunk a vele maga. Én, azon, be, majd... Ja, és én hülye, még borravalót is adtam előző nap, mondtam, ja, figyelj, jó volt. Ennyi lett, lett az eredmény. Hm, Egy, jó volt a tegnap, hát másnap meg szia, ti a lett az eredmény. Köszi. egyébként, jó. kedves nézőink, amennyiben van uh, hasonló élményetek Pipsóról, Uh, Gruppikról, Nádgyi már nem szabad ezt már így mondani, mert már piszik vagyunk, tehát hogyha könnyen megszerezhető hölgyekről és kommentben megírjátok, az nekünk nagyon sok pénzt fog hozni, úgyhogy nagyon várjuk. Zsolt, mikor volt az utolsó, amikor ilyennel élti, hogy te rock'n'roll sztár vagy? Tudom, 1982. hogy 1982. Tanácsköztársaság idején történt. Te Mi, mire Boldog párkapcsolatban. Hát, hogy a mikor volt az, amikor. Uh... Rajongókkal kezdtem? Én nagyon hamar hagytam vele, csak a, a, az, azt a fajta Igen. igen. És miért? Mert nem, nem vagyok, a, vagy nem is voltam az a strigula húzó. Nagyon sokszor. Tényleg ez Jó, mondtad, belőle, hogy a, el, hogy a közép és az alsó kategóriás. De de, 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 de aztán utána kialakultak volt nagyon, nagyon jó. volt hát akit, el, manökenek meg ilyenek voltak a, haverinák, tehát haverinák, mondom, tehát jaj, itt jaj, azért nem mindent kell gondol. Jó, hát azért van egy-két sztori erről is, nem majd az extra special kiadásban Majd ha sokan néztek, majd le visszatérjük. Csak megint az, hogy neveket nem mondhatunk, vagy mondhatunk, vagy mondhatunk mely, akkor meg, mondhatunk lesz be. Persze, a meg Persze, hogy mondhatunk, csak majd nekem személy Szóval már egy két gyerekes családanyja lehet. Nyilván nem, már nem velem tudom, ez, vannak eznek jogi problémája, úgyhogy. Így van, így van. addig gondolkodjatok rajta. <laughs> Küljétek el, hogy melyik, mely, 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 mely csinos magyar csajszi lehetett. Mert egyébként sok volt. Na a lényeg a visszatérve arra az egészre, hogy, hogy a, 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 a rajongó... Igen, írjátok meg, hogy szerintetek kik voltak. Rajongó grupik, ugye az. É, ismerek olyat, én abban sajnos például nem vagyok benne, de hát a, az, az még a tüzes vízbe volt, és ugye a rockzenész barátaim emlékeznek a 143-ra. Hogy hívja, török Imre csinálta? Igen, töm, nem ő volt a 143, török nem, jel, nem volt értek. a tulajdonos. Igen, és akkor ott volt egy lánya, 143, akkoriban a, 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 az volt a telefonszám, hogy 143-143, és érdekes módon, ahol lakott, az is a 143 volt valamilyen utca, mindegy, az vagy, ki, rögtön kiderül ki az, na mindegy, és, és hát ott nagyon, na hát, és de figyelj, nincs ez gond, gond, hogy egy hölgy szereti a szexet, azzal sincsen gond, hogy egy tüzes víz teljes legénységével jól érezte magát. ez nem biztos, hogy ő volt, de ilyenek voltak. Igen, ilyen, igen, ilyenek voltak, igen. De volt, tudunk olyanról is, aki feltörekvő zenészként, vagy nem tudom, akkor éppen menőzenész zenész volt, ilyen ilyen izé, akkor büszkén mesélte, hogy ő neki a Saxon zenekar a, a Luxógora például. Hm. Tehát a. A Billy Ford. A, hát igen, és népi zenekara, tehát mm. azért itt, 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 na hát jó étvágyú, szexi, szexuális étvágyú hölgyek voltak. Nekem az volt az izé, hogy. Valamikor azt ezt egy, úgy, úgy egy fehér már? Hát igen, tehát egy idő után azért azt vegyük alapul, hogy a, vannak akik vadásznak erre. Mert volt a, az volt a lényeg akkoriban, jött Motorhead, Pantera, meg ezért volt, abszolút lehetett tudni, hogy melyik az a 3-4-5-8 a lány, aki... Sex actionre is járt, meg járt szingszingre is, meg van, és mindig ott volt belül a belső körbe, és hát ugye akkor lemivel is volt, hát és akkor na. Szóval ilyeneket azért tudunk. hát. Egy, együtt meg az elek pofáját is, tegyünk nyugodtan ami Bácsi, tényleg, hát akkor az a, ez a minimum. És, hogy és az számomra ki... egyébként azért nem volt jó a Sex actionös lányokkal így nekiállni egy idő után, mert tehát mindig úgy alakult, na, ti vagytok, na, mit tudtok? Hát aztán megmutattuk, hogy mit tudunk, aztán utána szerte szaladtak, de mégiscsak csak ott egy pár réteg. Egyébként tényleg lesarkítva az egészet, mindig az volt a lényeg az egésznek, hogy na, akkor gyere, szexeljünk, oké, okay, szexeljünk, és akkor letérdelt elém fogjál engem marokra. Majd utána így elkezdtem mondani, hogy énekeljé. Mihal? Közben? Persze. Alap. <laughs> olyan csinálod, akkor én nem vettem humorra, én azt akkor ilyen izére, amit így kellett volna csinálni. <laughs> simán <az> na, <ketvonszínálva> Hát jó, én megmondtam, hogy te meg ti hozzá, na, hát most te érted a, a, dolog, és tehát itt jött az, meg aztán volt az is tényleg, aki odajött, hogy na, szex, szex, nézzük, na, volt, ja, és akkor utána kiderült, hogy egy tök jó csaj, és akkor tényleg ilyen haverina lett belőle, tehát ilyen uh -huh. barátság alakult ki belőle, tehát nem került szexuális aktusra semmiféle ilyen nem mondjuk a gondolatba, igen, de. de, de... A fejben már meg volt. Fejben meg volt hát ahogy szokták mondani, hogy Pamela Andersonnál 75%-ig már szexeltem, mert 50% én akarom, ő meg vagy akar, vagy nem. Az 55% az 75%. Fejbe. Azért nem tudunk tovább beszélgetni, mert egyszerűen nem tudunk többet feltölni a YouTube-ra, pedig Zsolta szerintem nem ez az hát. utolsó beszélgetésünk. Nagyon szeretnénk, hogyha. -e, kommentelnétek, akár himsovinisták, akár ö, ö, minek hívják azt, na, a mozgalmat se tudom, amikor a nők azt mondják, hogy fúj, ez szexista. Na, Mit tudom, a szerint én szerintem foglalkozom Na van ilyen, igen. Zsolt nem utoljára beszélgettünk, Kimerítetlen len tárháza a sztoriknak, és van egy sportos része, és van a special, ami nagyon fizetős lesz, ott már neveket is fogunk mondani. Úgyhogy és van a baráti köszönöm, része is, is és, és, és tervezünk a közös könyvírását azért ez egy elég jó dolog. Lesz egy nagyon jó könyvünk is. Iratkozzatok föl, nézzetek bennünket, imádjatok bennünket, hiszen nekünk ez a mindenünk exi biciklistáknak, ugyebár. Szervusz Zsolti, köszönöm! Köszönöm a megkívást! És szóval le a kendő meg. speciális verziót is csinálunk. Sziasztok! Hello! Sziasztok. Hello.